Sziasztok! A Citizen.com összefoglaló videóinkat a bolygótervező eszközökkel és technológiákkal folytatjuk, ami az idei Citizen.com legrövidebb panelja volt. A műsor első felében visszatért kísérteni engem a Gen 12, ami most a bolygók megjelenítésével kapcsolatban került előtérbe. A bolygók esetében lehetővé teszi, hogy a következő generációs funkciókat használják elfogadható erőforrás felhasználás mellett. Most részben azon dolgoznak, hogy modernizálják a régi típusú renderelőt, hogy az alkalmas legyen a Vulkán használatára. A Gen 12 használata számos előnnyel jár a bolygók megjelenítésénél. Jobb teljesítményre lehet számítani, amit a többmagos processzorok kihasználásának köszönhetünk, a Gen 12 jobban skálázható, a segítségével több részletet és szebb megjelenést tudnak elérni. Két fontos fejlesztésen dolgoztak, az első a felszínen, a második pedig globális szinten látható, mindkettő a Dynamic Tessellation-t használja, ami egy videokártya funkció és javít a felszín megjelenítésén. Ezután a különféle ökoszisztémák elemeinek elhelyezésével kapcsolatos fejlesztésekről beszéltek. Ezzel nem csak a játékosok számára biztosítanak jobb teljesítményt, de a fejlesztők is gyorsabban, rugalmasabban dolgozhatnak. Ehhez teljesen felülvizsgálták azt, hogy az objektumokat hogyan helyezték el korábban. Ezt megelőzően a tárgyakat akkor helyezték el, amikor a felszíntípusokat kijelölték, azonban így csak akkor tudtak új elemeket elhelyezni, amikor új felszíntípus jelöltek ki, utólag erre nem volt lehetőség. Az új rendszer egy teljesen független rácsrendszert helyez a bolygóra, így sokkal jobban lehet kezelni, hogy mikor és hogyan jelenítse meg az elemeket, és ez azt is jelenti, hogy beállításként a kliens is megkaphatja ezt a lehetőséget. A következő fejlesztésben azt nézték, hogy az ökoszisztéma hogyan tud reagálni a különféle szituációkra, így beállíthatják, hogy a páratartalom vagy a hőmérséklet változásával változzon például az objektumok mérete is. Egy új rendszer segít a tárgyak és állatok elhelyezésében, ebben meg lehet határozni, hogy a különböző területeken különböző elemek jelenjenek meg, például a kövek esetében a havas bolygón hófötte, a sivatagos bolygókon homokkal borított kövek legyenek, az állatok esetében pedig havas területen kis növényevőket, dzsungelben pedig egész más típusú állatokat helyezzen el. Elkezdtek kísérletezni a lombok shadereivel, aminek segítségével a növények reagálhatnak arra, hogy mennyire egészséges a környezetük, valamint az éghajlatra. Dolgoznak azon, hogy a természetes helyek körül, például tengerek és folyópartok körül dinamikusabban helyezkedjenek el a különféle biomok. Az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak a folyókon, finomítottak a megjelenésükön, ahogy kiserekből hatalmas folyomokká duzzadnak, valamint a körülötte és benne elhelyezkedő tárgyakon is. Figyeltek továbbá a sziklák nedves széleire, amik így természetesebben mutatnak mind a tengerekben, mind a folyókban. Fontos újítás, hogy a folyók vizeit külön választották a bolygók óceánjainak vizeitől, így megfelelő formát, megjelenést kaphat a víz és hozzáillő shadert és színeket is használhatnak. A folyók még nincsenek készen, de közelednek ahhoz, hogy a bolygókra kerülhessenek. A következő lépés egy bolygószintű elhelyező rendszer lesz, ezzel egyetlen kattintással létre lehet majd hozni egy teljes folyórendszert, és próbálgatják, hogy ezt a technológiát a láva folyók megjelenítésénél is felhasználják. A panel utolsó része a Rastarról, vagyis a felszíni bázisépítő eszközről szólt. A Rastar le fogja cserélni a korábbi rendszert, ami előre gyártott elemeket használ egy jobb, objektumkonténerekkel operáló rendszerre. A korábbi rendszernél, mivel előre gyártott elemeket használt, bármilyen változás esetén előről kellett kezdeni a munkát. Az új rendszerben könnyű lesz változásokat végrehajtani, amiket folyamatában tud majd kezelni a Rastar. És mivel az objektum konténer rendszert használja, ezért fel lehet használni bázisok, roncsok és más egyéb területek létrehozásánál is. Moduláris rendszerben fog működni, mint egy városépítő játékban. Ezzel rövid idő alatt létre tudnak hozni új helyszíneket, ahol remek játékmenetekre nyílik lehetőség. Ezután a csatlakozó rendszer következett, aminek az a lényege, hogy a tervezők által elkészített alkotóelemeket mi könnyedén egymáshoz illeszthetjük. Ezeknek minden része moduláris, a változtatások nagyon egyszerűek, így nagyon könnyen létre lehet hozni egyedi épületeket. A rendszer segítségével például egy teljes épület vagy akár csak egy részének belső területe is gyorsan megváltoztatható. A videó egyik fontos eleme, hogy a felhasználói felület nem a játék engine-jében használt felületeket tükrözi, aminek az az oka, hogy ez bizony a játékon belüli felhasználói felületet használja. Ez pedig azért fontos, mert idővel ehhez a felülethez a játékosok is hozzáférhetnek majd, hogy egy-egy Pioneer segítségével felépítsék a saját épületeiket. Ezzel az összefoglaló végére értünk hosszú és eredményes életet. Stilinski? Good job, Stilinski. Yes, good job, Stilinski.